Üdvözlök mindenkit, én Goller Miklós vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia és Bionikai Karának érzékelő robotika laborjában dolgozom. Az általunk elnyert tudomány tématerületi kiválósági programnak a fő témája bioinspirált végtagrendszerek fejlesztése. Ennek alapvetően két fő alkalmazási területe van, egyrészt a protetika, másrészt a tele telerobotikai távjelenléti megoldásoknak a területe. A kutatásfejlesztés alapvetően két vonalon történik. Van egy ö, már létező anatómilag inspirált robotkézmodellünk, ezt szeretnénk minél inkább tökéletesíteni, oly módon, hogy a csodálatra méltó emberi kezet gyakorlatilag rétegről rétegre mérnöki módon leképezzük egy manipulátorrendszerbe. Másrészt ezt a rendszert vezérelni szeretnénk. Ez történhet vagy embergép interfészeken keresztül, mint például elektromiográfiás méréssel, ultrahang alapú méréssel, vagy épp végtag esetén kinetikus kesztyű alapú méréssel, továbbá a vezérlés magába foglal bizonyos alapmozgás motivumoknak az automatizációját, épp úgy, mint ahogy nálunk is embereknek szinte tudatos végig gondolás nélkül történik a szoruló zárnak a kinyitása, vagy éppen egy kicsúszó pesgős pohár pozíciójának a stabilizálása. A pályázat alapvető kimenete ez egy négy éves pályázat. Egyrészt célunk, hogy egy piac közeli prototípus rendszert létrehozzunk, mind hardveresen, mind szoftveresen, mindent beleértve. Másrésztről nagyon fontos cél az intézményi infrastruktúra fejlesztése, nem titkoltan azért, hogy a jövőben hasonló, szintén ezen a területen végzett kutatásokat már előre támogatni tudjunk ezzel. Köszönöm szépen a figyelmet!